Sziasztok, újra itt vagyunk. Újra. A héten is elég sok minden történt. De előtte megint elmondom nektek az időjárást. Kint jelenleg 25 fok van. Tegnap 31 volt. Nagyon, nagyon erősen süt a nap. A hét az interjúkról szólt, mivel rengeteg álláshirdetésekre adtam be a CV-met. És ezen a héten pedig nagyon sok helyre be is hívtak, úgyhogy azokra is elmentem. De említettem még az előző videóban, hogy mentem be a Starbucksosokhoz. Na, ők visszajeleztek hétfőn. Úgy volt az egész, hogy órán ültem, és éreztem, hogy csörög a telefonom. Nem mentem ki, most szünetben gondolom visszahívom, és nem tudtam, hogy ki, az fogalmam se volt, és akkor úgy volt, hogy visszahívom őket, de láttam, hogy hagyott hangrögzítőn. De én ezt nem tudom, hogy kell megnézni. Felhívtam szünetbe, és akkor felvette a csajszikám, kiderült, hogy akkor a Starbucksból hívnak, és mondta, hogy hagyott üzenetet, hogy meghallgatta. Mondom, nem, mert nem tudom, hogy kell. Szóval mondja, mindegy, de ez angolul mondta, ugye, és úgy mondta, hogy ne, valami, hogy successful, és azt én, és elkezdtem örülni a telefonba, hogy hú, ez az sikerült, cool, király, érted, és akkor elkezdtem, és akkor mikor kezdhetek, és akkor mondta csak, hogy bocsika, de szerintem félreértetted, mert unsuccessful, és azt nem értettem, hanem ezt, hogy unsuccessful, csak successful. No, és akkor hát ez eléggé ciki volt, de minden jót rögtem. Ahogyhogy ezek a Starbucks-os kis incidens után, pedig a héten járkáltam ezekre az interjúkra. Úgy kell elképzelni, hogy ezek nem egy konkrét interjúk, hogy leülsz és beszélgetsz, hogy mit tudsz, hanem konkrétan be kell menned mondjuk egy 3-4 fél órára az üzletbe, és ott kell maradnod, és kipróbálják, hogy mit tudsz. És általában ezek ingyen vannak, mivel te még csak próbanapon vagy, szóval nem fizetnek neked még. Amúgy említettem az autómosós csávót, na hát az azóta nem hív engem, úgyhogy nem is mentem vele. Nem is mentem oda, nem is hívtam. Gondoltam, hagyom. Aztán a Facebookon láttam egy magyar ember hirdetett melót, hogy szerdán egy 3-4 órára ad 100 dollárt, segítsek elmenni pakolni. És akkor szerdán megfogtam magam suli helyett, és elmentem. Már jó, tényleg ki is fizetett. Az a jó ezekben a sulikban, hogy hiányozhatsz egy napot igazolás nélkül, de másnap menned kell. Tehát kettőt egymás után nem hiányozhatsz, ahhoz kell igazolás. És akkor én is most bejátszottam, mert lett egy kis zseppénzem. Kedden elmentem edzeni az MJ-jel, és mondtam neki, hogy sokat fociztam, sok évet otthon, hétfőn pedig találkoztam ott a parkban egy edzővel, aki edzett egy csajszit. Megkérdeztem, hogy játszhatok-e a labdával, és egy labdával mondta, hogy persze nyugodtan. És ezt a sztorit elmeséltem az MJ-nek, és mondta, hogy de figyelj, te játszottál focit? Azt mondja, én is. És képzeld, hogy van pont egy labdám ott benne a hátul a csomagtartalomban. Azt mondja, odaadjam? Hát mondom, figyelj, tesókám, hát ezt megköszönném. Odaadta is ezt a labdát. Szerintem úgy örültem ennek, mint életem első labdájának, amit kaptam. És azóta még minden edzés után egy kicsit zsogázok. Ugye, meg egyszer még adtam neki még krétát is a kézre, úgyhogy azt is vett nekem, tök jó fej. Ez a csók, úgy kell hívni, csók. Nem csak, csók. Úgyhogy volt labdám, és csütörtökön pedig edzés után elkezdtem focizni a parkban, aztán elmentem a legközelebb közeli, milyen Fraser Park úgy hívják, és ott focit tanítanak az ilyen kis kölköknek, de van rendes stadionjuk is. Mellette vannak pályák, és ott láttam, hogy játszanak a fiatalok, úgyhogy oda mentem csak nézni őket, hogy mit csinálnak, és abban a pillanatban odaértem. Kiszólt az egyik csávó, vagy nem is kiszólt, hanem kijött oda a csávó, és zárójelben hozzáteszem, hogy
nem annyira értem még az ausztrák, konkrét ausztrál angolt, és oda ment, itt jött hozzám, és akkor valamit hallott, hogy bla 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 bla, why man, is a bla bla bla, you know, but yeah, man, play. Mondom, yeah, play. Úgyhogy mentem is egyből játszani. Nagyon király volt, nagyon jól játszottam. Olyan gólt vertem, hogy valami elképesztő. Meg is mutatom nektek, hogy hogy volt. Tana para Jonathan Viera, la pica hacia arriba para Tana, Tana la toca meta con la pelota en el punto de penalti. Aztán egy picit visszatérve a nyelvekre, kolumbiaiak, hogy beszélnek. Hát ezek az, ugye spanyolul, spanyol gyarmat volt, és minden angol mondat előtt, hogy kimondják, mindig egy ilyen mondatot elresztenek, egy ilyen kis röpkét, hogy I've already been at, I get it, Annyit gondolkodtam, hogy honnan ismerős ez az és mondom, aztán rájöttem, hogy innen. Lehet, ez bejátszó majd nekünk, hatalmas lenne. A másik történet az meg az egyik interjúm volt. Egy kínai házaspárnak egy kávézójában voltam, és a nő az valami nagyon furcsán reagálta le a mondataimat. Mindig úgy volt, hogy amikor megálltam a mondat elején, akkor így... És én megmondom, bakker, Csubakka, ezt hallom. Az a nő azt mondta, hogy 15 dollárt ad, úgyhogy mondtam neki, hogy jaj, meg mit találtunk. Elmentünk a supermarketbe, a Woolworthbe. Kérdezzétek, hogy ezt találtam. Hát, és meg is vettük, és csak egy 2 dollárhoz, ugye szinte utánam is dobták, és nem olyan íze van, mint az otthoninak. De amúgy rengeteg európai termék van itt ezekben a boltokban. Mondjuk ugye sok is itt a bevándorló. A csávók, megjöttek a csávók! Hölgyeim és uraim! Migrante! Migrante! Like me. Úgyhogy ezeket a népeket ki kell valahogy szolgálni az otthoni dolgokkal. Rengeteg magyar termék is van, csak tudni kell, hogy kihez menni. Aj, meg ami még hiányzik, úristen, a tipmix, de nagyon hiányzik. És az a fura, hogy amikor otthon fogadtam Magyarországon, akkor hajnali meccsekre, mondjuk NBA vagy NHL, akkor az ott ugye hajnalban volt, és most meg itt, meg ott, meg itt reggel van olyankor, amikor azt játsszák. És ugyanezon fordítva a meccseknél is, hogy hajnalban vannak az európai meccsek, és akkor az itteni meg ugye meg itteni idő szerint is olyan szar. Egyszerűen nem lehet követni a dolgokat, úgyhogy nagyon le is vagyok maradva, hogy mi merre hogy van most a foci terén. Egyébként meg nagyon jól vagyunk, a család is, apa, anya, Rebeka, mindenki jól van, melózunk, de én nem. Én meg voltam tegnap egy interjún, én remélem az fel fog venni, mert nagyon jó helyen van, hét végén kell dolgozni. Nagyon jó pénzért, 22 dollár, úgyhogy már alig várom a jövő hetet. Nagyon-nagyon várom. Kiderüljön, hogy jól tudok dolgozni, mert már kellene a pénz. Köszi szépen, hogy megnézted a videómat, ha valami van valami kérdésed, akkor erre az e-mail címre küldheted a kérdéseket, én pedig a következő videóban meg fogom válaszolni őket. További szép napot, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok! És köszönöm szépen a 15 feliratkozómat. Szeretlek titeket. Pa, pa!